egy interaktív várjátékot láthatnak, nem lovagitornát, egy várjátékot, versben elmesélve a kedves nézők az idei évadban. Interaktív azért, mert a gyerekeket hívjuk szerepelni az előadásban, mint Kinizsi hadseregét. Ezen kívül a felnőttek is részt vesznek az előadásban, mint ahogy Mátyás király is a nép közül választotta ki Kinizsi Pált, mi is a nép a nézők seregéből. A nézők közül választjuk ki Kinizsi Pált és feleségét, Magyar Benignát. A legenda is felevenedik, a Kinizsi legenda, amikor Mátyás királynak malomköven ajánlta föl a vizet, most jelen esetben a bort kínáljuk a kedves nézőnek. Úgy érzem, hogy a nézőket nagyon jól tudjuk szórakoztatni. Akarom mondani más szóval az önök lovagias kiképzését. Jól tudván, hogy önök nem ugyanaz az ullonzűpalék. Ucki maga, ucki, ucki. És Kinizsi Pál uram is megmondta, hogyha még olyan utolsó piszok népek volnának is, akkor is megkülönböztetett udvariassággal, akarom mondani, Ampulláját. Igényesen állni. Igényesen te! Mint a jegenye! Igényesen! Te! Te sinyó! Te! Nem ám ilyen fukás! Ügykösen! Szúgy kocsan! Mint egy kocsma töltelék, akinek gyomorgörcse van! Köszi magad! Mondja, na mellett tisztelt kullancok! Na már most, amikor azt mondom, hogy jobbra néz, akkor az nem azt jelenti, ám teszem azt, hogy balra néz. Nem, egyáltalán nem. Hanem amikor azt mondom, hogy jobbra néz, akkor lesznek olyan szívélyesek. Orszáikat jobb felé fordítanak. Egy szerre, egy hangulat, egy tegyüleg. És csak akkor, amikor mondom, és nem várják meg, hogy külön-külön mindegyiknek elmondom, hogy jobbra néz! Voltam színélyes, azt komandírozni, hogy jobbra néz. Miért nem fordította orcáját jobb felé? Miért? Nem, nene. Miért? Na, mi? Cincorkokaláson. Nem érte osztassák egyeskedni. Nem méltóztatik, annyi záp fog lenni a pici zádba. Csak úgy mellékesen mondom. Na most, élet tisztelt kullocó. Amikor azt mondom, hogy jobbra néz, akkor az arc, amely az apródokhoz tartozik, a csak az arc, csak az arc. Legyen olyan szívéje, csak az arc, jobb felé fordulni. Nem áll nekem, jobb felé, előre nézzél már. Nem ám nekem, később azt mondják, hogy azt hittük, mert a hit, ha szigorúan vesszük, mégiscsak a templomba való. Ez pedig itt a Kinizsi vár vagy mi. Ám bár a jóságosan jó atya úristen nem bánik olyan finoman, a mennydéli rózsáskert rácsos kapuján kikikandikál a icipici pufó bangyalkákkal. Mit évén letek? Hogy az anyátok ne zsírassan tőle. Jobbra légy! Nem hát, jobbra! Ha úgy gondoltam volna, hogy 3-4 ember jobbra nézett, meg hátra néz, akkor úgy kommandíroztam volna! Bulldog!
Hogy három négyben, mert jobbra nézzenek! Hátra néz! Nem is az a lényeg. Az a lényeg, merre van a jobb, he? A jobb csak ott van, ahol a jobb kéz, ugye? Mert ahol nincs jobb kéz, az úgy nem jobb. De például a kokány, ugye, vegyük a bal kezet, ugye? Ahol a bal kéz van, az ugye már nem jobb. Megkérném, a jövőben eltartsák a kokány, jó? Na, akkor, ugye, előre nézd, jön! Hucz ki maga, hucz! Jön! Jobbra, visszakor! Jobbra, nézd! Könyörgöm, szerződtessenek valami parasztír aglegény, aki állatóval itt van, mint én ezeket egyszer tudja jöttetek. Aki nem sejjem teszkedő, akinek úgy kisben igazából, leortíthatom a bőrt a pofájáról. Mert így ezek nem tanulják meg a jobbra nézt, vagy én pattanok egészen apró darabokra. Na! A legények tanítanak benneteket vinni. Akkor a örömöd lesz benne, hogy anyád csak győzzön hazavinni. Bartók forgatni vitézzön igazi mesterség. Megvédeni a hazát bátorság kell. És nem, mi fogy a restjét. Most megtanuljátok, hogyan kell vívni. Ha nem sikerül legyen, azért nem kell sírni, ez itt csak játék. Atikám, most vágd el! Akire szétvágták a fejét, a kedve örökre elment. No, ez akkor. Először van a fejvágás. Te itt véded a fejed, így te meg vágod a fejedet. Mert a vágásoknak is megoldál a menete. Fej, vál, láb. Ott bejött a kőzolog a szúrás. Kér egy napben. A szabjával történt, és nem napszúrás. És lefordítod a lábadat védet, úgy kell védeni, és ott a másik lábadat védet, úgy kényen csökik át. Egy, itt védünk, és így védünk. Feled meg támadok, jó? De most nézd, és megy, vár, most van itt nálam, csak az. Jól van! Most fáradjatok a helyetekre, menjetek, köszönjetek el apátoktól, anyátoktól. Hová? Sütessél nekem egy malacot anyáta, jó ilyen? De meg hozzá egy hordó bort a háborúba, mert nagyon kell. Vegyetek érzékeny, búcsút be lehet, mert nem fáradtok ezeket. Úgy, maradjatok ott a belülöttig, mert itt bármi az a lesz. Na, itt voltatok! Sorkozó! Húzd ki magad! Na most pedig térdelj le! Fél térdre! Hogy! És megkérném, Kinizsi uramat, aki ott tartózkodik vele! Kicsit alacsonyabb, szélesen! Tartsátok a fegyvert, húzzat a vitézre! Egy karton kinizsit létezik. Kinizsi uram, nem tudok megkérni, se lovaggál őket. Ne szerepeljen kinizsi uram, Máricson van, így legyen szíves. Majd én mondom, jó? Bátorságodért, vitőségedért, és emberségedért. A bátorságodért, emeljünk benneteket. Legyetek a gyengék megmentői, támogatók oldalmazói, Balikán. És a szükség úgy kívánja, a haza megmentői, akár életetek árán is. Én amire Pátrén Fülész Kinizsi uram. Kinizsi uram, nincs egészen formában semmi baj. Álljon meg itt, Kinizsi uram, mert most feleskedjük az apródokat. Szavarban van Kinizsi uram, mint Ádám anyák napján.
mondjátok el angol utána, Isten engem úgy segélye. Három és egyszerre. És! Isten engem úgy segélye. Énekeltek itt, te! Három és keményen, mint a Rolling Stones. Három és! Isten engem úgy segélye. Jól a gyereket, gratulálok! Isten hozott benneteket, megjátszottak! Köszönjük Kinyis úramnak! Egyszer Kinyis uram, mert még magára már a malom ő is. Köszönjük szépen! Jó, akkor még megfussolunk. Farokra. Mi valós? Álljon meg! Állj! Állj! Jobban divatunk! Mi valós? Feri, az fáj! Szengedjük be a balos! Igen! Nem, jó, most a divat! Miért? Mert a balos! Vigyázzon! Fogja meg rendesen már, nem semmivel! Gazítsa! Szanakszok hozzá! Feri! Jó! Köszönjük, jó! Beverjön fel! Hozzátok a malomkövet, jöjjön Kinizsi uram! Miért? Nem tudja, hogy maga Kinizsi? Mi van a személy igazolványában? Kinizsi pár! Uram, hol van a kidobok? Jöjjön már ide! Ennyi nem jártott! Álljon szembe a nézővel! Kinizsi uram, jöjjön alá! Úgy maga jöjjön ide! Szerepel Kinizsi uram! Nem a Nemzeti Színházban van! Eszenyi Enikő rendezte a Sziszi? Tessék! Osztálya! Isten hozta Nagyvárzsonyban! Ide, te vezet visszafele! Köszönjük szépen! Köszönjük Isten hozta! Tudják, a Balaton felvinnék tájképen. Az a délutáni pihenőre szóljon, a délutáni. Mindben nem szólunk bele nem srácok, hanem urak. Még ez a szó nem jelent meg.
Na, jöjjön ide, Kinizsi uram. Most menjen oda, úgy, úgy. Nem mozog, nem szuszog. Mint a rögönyen lenne. Egészségére. Egészségetek. Egészségére. Egészségére. Köszönjük szépen. További szép napot, ahogy mondta Kinizsi Pál uram. De ne vigye már a füvet. Kinizsi a halála után körülbelül 5-6 hét keresztül négy célba is juthat. Ha jól célzol, betalál, ha nem, akkor sem vagy szamár. Gyakorolni kell bizony elég sokat. A sikerélmény meglátott oszokat. Hajdanán a csatákban több száz nyilvessző röpült egyszerre. Futott az ellenségben a nyilvessző kergette. De a nyilvessző gyorsabb volt, mint ló és lovasa. Lecsapott rájuk, mint Isten ostora, Attila. Ekkor született a híres fohász, a menekülő felnézett az égre, Istenem, a magyarok nyilaitól, ments meg minket végre! Hö! Igyon rá kis vizet, az nagyon jó. Meglátszik. Egyszer csak megjelent előtte Mátyás király. Ennyit a legendáról. Most fegyvert a kézbe. Kedves egészségére. Magyar Berigrának egészségét. Rajta, 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 hát!